egy 2-3 éve történt nyáron. Valami ügy volt Hódmezővásárhelyen, oda kellett mennem. Jöttem hazafelé Makóra autóval, és gyanús volt már messziről, hogy az út mentén egészen közvetlenül, mintha valami vagy valaki ott feküdne, vagy mozogna, nem is nagyon láttam messziről. Nyilván elkezdtem lassítani, és ahogy odaértem mellé, akkor vettem csak észre, szinte már a szemem sarkából, hogy az bizony nem egy őz, vagy nem egy bármiféle egyéb állat, hanem egy ember fekszik ott. És akkor hirtelen, szinte a pillanat tört része alatt csomó minden átfutott az agyamon. Vajon most megálljak, vagy ne álljak meg? Jaj, most jön-e mögöttem valaki, vagy nem? És hogy tudok majd visszatolatni? De egyáltalán ki ez az ember? Mit keres ott? És lehet, hogy beteg, vagy az is lehet, hogy meghalt, vagy ki tudja, hogy milyen származású, mi van, hogyha én odalépek mellé. Nem nagyon tudtam ott egészen hirtelen, aztán mégis úgy döntöttem, hogy megállok, próbálok egy helyet keresni, hogy lehúzódhassak, és visszatoladtam. Hála jó Istennek nem egy halott ember volt, hanem még élt. Picit közelebb mentem, megszólítottam. Kiderült, hogy igazából csak alszik a jó ember. Az is kiderült, hogy miért alszik. Hát részeg volt, és egy roma származású úriemberről volt szó. Tudtunk pár szót váltani, és kiderült, hogy igazából Makóra tart, de útközben valami történt, úgyhogy megkért, hogy vigyem el ide, és ettől majd kiszáll, és intézi tovább a dolgait. Ez jutott eszembe a mai evangéliumi szakasz kapcsán, mégpedig olyan szempontból, hogy bennem is mi minden lejátszódott ott egy-két másodperc alatt. Lejátszódott az, hogy félek, lejátszódik bennem, vagy akár mindannyiunkban az, hogy mi van akkor, ha, és az az alapvető kétely, hogy vajon miért nincs meg bennem az a bizalom, hogy odalépjek hozzá, az a tiszta bizalom. És amikor erről elgondolkodtam, akkor az is eszembe jutott, hogy mennyire benne élünk az elidegenedés kultúrájában. Hogy az, aki ott feküdt az út mentén, az akkor és ott számomra hirtelen nem egy emberi személy volt, hanem egy idegen. Szinte már azt mondanám, hogy egy személytelen valóság. Hogy mennyire félünk, hogy ilyenkor mennyire bezárkózunk, hogy mit is jelent az, amikor falakat húzunk személy és személy közé, vagy amikor plusz zárakat szerelünk odahaza az ajtóra, meg a kapura, meg riasztórendszert építetünk ki, vagy amikor kerítést húzunk, vagy bármi más, ami mind-mind valamiképpen így vagy úgy, de mégiscsak az elidegenedés kultúrájáról szól. És Jézus történetében nagyon-nagyon tudatos, hogy egy zsidó törvénytudóról és egy szamaritánusról van szó. Ugyanis, ugye ezt jól tudjuk a Bibliából, a zsidók és a szamaritánusok ősi ellenségek voltak már hosszú-hosszú évszázadok óta, Jézus idejében is, elidegenedve éltek egymástól. Figyeljük meg a történet végén. A törvénytudó, aki várja ugye Jézusnak a válaszát, a törvénytudó az ő mondatában ki sem ejti azt a szót, hogy a szamaritánus, aki irgalmasságot cselekedett vele, őt kellene követnünk. Csak annyit mond, hogy az vált a fere barátjára, aki irgalmasságot cselekedett vele. Ennyire elidegenedtek egymástól a zsidók és a szamaritánusok abban az időben.
Jobbára azt mondanánk, világos a történet mondani valója, segítsünk azoknak, akik akár konkrétan, akár jelképes értelemben ott az út mentén fekszenek. Ugye szokták mondani, hogy ez tulajdonképpen az emberiség maga, aki rengeteg dologtól szenved, de talán leginkább attól, hogy nincs jelen az Isten az életében. Viszont ez túl egyszerű következtetés lenne. A történetben van egy csavar. Ez pedig nem más, mint az, hogy lényegében próbáljuk meg a választ megtalálni arra, hogy ki ez a szamaritánus. És én azt mondanám, hogy a csavar a történetben éppen az, hogy ez a szamaritánus, ez az idegen, ez az ellenség, ez pontosan Jézus. Jézus, aki idegenné lesz értünk. Jézus, aki az utolsókkal, aki úgymond a gyűlölt ellenséggel azonosítja magát. Ez az a Jézus, aki azokban lakik, akihez mi nem merünk odalépni. Ez az a Jézus, aki oda is elmegy, akihez senki nem megy el. Ez az a Jézus, aki a megvetettek szívébe valahogy csöndesen odalopódzik. Azt hiszem, itt van a csavar a történetben, és ez az igazi mondani való. Ez az észrevétlen Jézus. Ez az a Jézus, aki mellett elszaladunk. Ez az a Jézus, aki nagy szombaton, és ez nagyon-nagyon fontos, aki nagy szombaton elmegy az alvilágba, aki a holtak országát meglátogatja, mindazokat, akik idegenek az Istentől, mindazokat, akikről nem is gondolnánk, hogy az Isten bennük általuk működhet. Nagy szombat az elfelejtett nap, de valamiképpen mégiscsak arról szól, hogy az Isten hiányát megtapasztaljuk, és azok is megtapasztalják, akik nem tudják, hogy létezik. És éppen erről szól ez a titokzatos nap, hogy elmegy Jézus oda a holtak országába, a Seolba, az alvilágba, és megajándékozza a megváltással, az irgalmassággal, az Isten szeretetével azokat, akik nagyon távol állnak tőle. A mai szamaritánosokat. Azokat, akik nincsenek megkeresztelve, azokat, akik itt virágvasárnapon előadták számunkra a passiójátékot, és még sorolhatnám. És azt is vegyük észre ebben a történetben, hogy Jézus egy elrettentő példát is üzen. Miért is? Azért, mert éppen, hogy így mondjam, az egyházi személyek azok, akik szépen elmennek emellett a beteg agyonvert ember mellett. A pap és a levita. És ilyenkor egy picit mindig magamra is gondolok, hogy én, mint pap, akkor és ott, Hódmezővására és Makó között, milyen picin múlott, hogy elmentem volna mellette. Olyan sokszor idegenek vagyunk egymás számára. Olyan sokszor úgy gondoljuk, hogy Isten csak azok által közelíthet hozzám, akiknek gyönyörű az arcuk, akik jól fésültek, akik jól le vannak öntve a keresztvízzel, meg még elsáldozók, meg vérmálkozók is voltak, akikről nem is gondolnánk. Általuk nem közelíthet az Isten? A bizalom. Hogyan is él közöttünk? Hogyha idegenek vagyunk egymás számára, akkor a bizalmatlanságot erősítjük. Ismerjük mi egymást tulajdonképpen, vagy pedig egyre inkább idegenek vagyunk egymás számára. Házastársak. Kedves házastárs, itt a padban. Ismered igazán férjedet, feleségedet? Vagy idegenként éltek egymás mellett? Vagy a templomi szomszédodat, ott, aki mellette ül? Tudod, hogy hívják?
Néha az arcába szoktál nézni, amikor kezet fogunk egymással a Szentmise béke rítusában. Akkor így mire gondolunk, hogy valóban békét kívánt neked? Vagy odahaza a szomszéd, lehet, hogy még egy zárat szereltettél, hogy még véletlenül se tudjon bejönni hozzád. A név, az arc, a tekintet, a személyi méltóság. Az idegennek mindig arca van. Az idegen ugyanolyan személy. Nézzünk a szemébe. Mi segíthet ebben? Segít, hogy Jézus Krisztus nem más, mint Isten irgalmasságának az arca. Ezt Ferenc pápa mondja gyönyörűen. Ha pedig Jézusra tekintünk, mint Isten irgalmas tekintetére, akkor ebből a tekintetből meg fogjuk érezni a Szent Háromság szeretetét. Ha pedig megérezzük a Szent Háromság szeretetét, mondja Ferenc pápa, akkor másokhoz is el tudjuk vinni ugyanezt a szeretetet. És így folytatja, és ezzel fejezem be. Az egyháznak, mindannyiunknak az a küldetése, hogy hirdesse Isten irgalmasságát, az evangélium dobogó szívét, melynek általa kell eljutnia minden ember szívéhez és elméjéhez. Krisztus jegyese, az egyház, magáévá teszi Isten fiának magatartását, aki válogatás nélkül közeledik mindenkihez. Manapság, amikor az egyház az új evangelizáció feladatával szembesül, az irgalmasság témáját új lelkesedéssel és megújított lelkipásztori tevékenységgel kell hirdetnünk. A hitelesség szempontjából döntő, hogy az egyház és igehirdetése az irgalmasságot elsőként élje és tanúsítsa. Nyelvezetének, gesztusainak közvetítenie kell az irgalmasságot, hogy behatolhasson az emberi szívekbe, és arra indítsa őket, hogy megtalálják az Atyához visszavezető utat.